Az eredeti terv az volt, hogy a parkszállóból indulva a magyar különítmény előbb ellátogat az Európa Kollégiumba, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központba is, de mint Miavec Béla, az egyik ötletgazda mondta, a hó keresztbe tett a tervnek, így a szállodából egyenest a Magyar Szó székházába utaztak a kézilabdázó lányok. Közben Galambos László ecsetelte a székváros különlegességeit és történelmét. A díszteremben bemutatkoztak az Újvidéken székelő magyar civil szervezetek és intézmények. Én nagyon meglepődtem, nagyon jó légkör van itt, tényleg a magyarok nagyon sokan vannak, a kollégium is, ami megépült, az szerintem nagyon nagy erőlelépés lehet a magyaroknak, hogy minél többen jöjjenek ide tanulni, minél képzettebbek legyenek. Úgyhogy mi azt beszéltük most a csajokkal, hogy nagyon büszkék vagyunk, és most már tényleg ez is egy olyan pluszt ad, hogy úristen, mennyi ember szurkol nekünk, és nagyon aranyosak, tiszta szívükből mondták azt, amit mondtak. Úgyhogy mi nagyon örülök neki, úgyhogy ez még egy olyan dolog, aminek meg kell felelnünk, meg nagyon remélem, hogy ez az érem meg fog villanni, és ez az ő részesedésük is. A városból is láttunk nagyon sok szép részt, megmutatta nekünk Galambos úr, úgyhogy jó volt kizökkenni egy kicsit a pályáról, és mindenképpen jó érzés, hogy ennyire szeretnek itt minket. Én azt hiszem, hogy sikerült a magyar női válogatottnak és szakvezetésének egy keresztmetszetet nyújtani az Újvidék és a vajdasági magyarság életéről, intézményeiről, intézményrendszeréről, és én, ahogy látom, nagyon nagy örömmel fogadták a meghívásunkat, és marad az, hogy szurkoljunk, hogy megszerezzük az első helyet, és hogy a magyar női válogatott Európa bajnok legyen. A vendéglátók megígérték a magyar kézilabda válogatottnak, hogy amennyiben a dobogón fejezi be ezt a kontinens viadalt, akkor egy posztert nyomtatnak róla a fórum nyomdájában.